Ez a tárogató egy modern hangszer, talán tínédzser éveim vége felé estem szerelembe a tárogatóval. Tárogatók Stradivária, az a Stovasser. Valahol itt a közepetáján váltok? Igen, itt az F-nél. Teljesen új világ, tényleg. Nekem nagy öröm volt, hogy most közelebbről megismerkedhettem a glissonikkal, mert Váczi Dani találmánya, újítása, az a fajta dolog számomra is, amely rögtön egy ilyen gyermeki izgalmat hoz elő. Nem csak az van, hogy megtalálod a fogásokat, vagy a billentyűket a billentyűs hangszere, hanem rögtön zenébe tudok vele gondolkozni. Ez a hangszer a kuruckor egyik ikonikus hangszere, a őstárogató. Egy szelidebb hangú hangszer, nagyon jól tudták használni harci jelzősípként, és a esti szórakozások kapcsán is. A kezemben egy 100 éves Stovasser tárogató van, ami tulajdonképpen a ma is gyártott tárogatóknak az alapja. Ez akusztikailag akkor a legtökéletesebbnek számító hangszer volt, és tulajdonképpen ez lett az alapja a most is gyártott tárogatóknak. Ez a nagyszerű újítás, a Glissotar, szintén ebből a modern tárogatóból kiinduló hangszer. Annyiban hasonlítanak, hogy közel azonos kónikusságú fa testük van, ami ezt az öblös, nagyon jellegzetes tárogató hangot eredményez a Glissotarnál is. Már maga a neve is az, hogy glissando lehetőségű tárogató hang. Az egy külön történet lenne, hogy kipakolnánk az összes kísérletet, mind a 85 vagy 180 alkatrészt, amit így végig kellett próbálnunk, hogy az egyik hogy tud illeszkedni a másikhoz, de hogyha az egyik illeszkedik a másikhoz, az illeszkedésnél mi fog történni. Dani fújta, próbáltuk, vágtuk, próbáltuk, szétszedtük, újra raktuk, másikat hoztunk, és eljutottunk arra a szintre, hogy kiderült, hogy meg lehet csinálni. Aki elkezd ezen a hangszeren mondjuk zenét tanulni, nagyon gyorsan juthat élményhez. Egyszerű módon lehet értelmezni, hogy mi történik, tehát nem egy bonyolult, elvont rendszert kell megtanulni ahhoz, hogy tudjon rajta játszani, hanem viszonylag egyszerű az elsődleges élmény. Ez az új modern tárogató, ami végső soron egy szoprán szaxofon jellegű hangszer, csak éppen fából készül, egészen más a hangja. Ez érdekes módon valószínűleg ennek a 19. század végi, 20. század elejé nemzeti érzelmeknek köszönhetően elsősorban a magyar nóta világában találta meg a repertoárját. Számomra egy 21. század elejé ember számára azt hiszem, hogy leválik már a tárogatóról mindez, és egyszerűen ott van egy fantasztikus hangszer, aminek tényleg egészen különleges, nagyon erős és nagyon, nem tudom, öblös hangja van. Másfelől van valami olyan bársonyos jellege, ami szerintem egy pozitívuma a szoprán szaxofonhoz képest. Tárogató az egy magyar találmány, a modern tárogató, és nincs is más elnevezése, tehát nyugati nyelvekben nem tudnak rá más szót használni, csak azt, hogy tárogató. Az az érdekes, hogy a klasszikus zenében
egy mai szimfonikus zenekar hangszerállománya és egy 19. század végi szimfonikus zenekar hangszerállománya lényegileg nem különbözik. A kísérletezés és a kísérletező hajlam zeneszerzőkben, hangszerkészítőkben persze továbbra is megvolt, de ez részben addig ismeretlen új hangszerek felfedezésében érhető tetten, vagy abban, hogy felfedeznek elektronikus hangkeltő eszközöket, és aztán elkezdik gyártani a különböző akusztikus hangszereknek az elektronikus verzióit. És vannak persze olyanok is, akik azért megpróbálják az akusztikus hangszereket továbbfejleszteni, és a glissotár például ugye ebbe a körbe tartozik. Vannak más a zenével kapcsolatos találmányaim is, például az urobó, ami egy logikai játék, a skatuja, amelyik egy mechanikus zenedoboz, vagy a hímzőgömb, amelyik egy audiovizuális applikáció. 17 éves korom óta szaxofonozom. És érdekelt, hogy hogy a ma használatban lévő hangszerek vajon miért olyanok, amilyenek, és nem lehetnének-e másmilyenek, és hogy nem lehetne-e bizonyos nagyon bonyolult hangszereket sokkal egyszerűbben is megcsinálni, vagy olyan egyszerűbb hangszereket létrehozni, amelyek másra jók, mint a meglévők. Hogyha lukak helyett egy hosszanti rést használunk, akkor nem csak akromatikus skála hangjait lehet használni, hanem gyakorlatilag bármilyen hangot intonálhatunk. Glissonicnak neveztem el ezt a hangszer családot, utalva a csúszásra, és ezen a elven sokféle fúvós hangszer építhető. Nem gondolom azt, hogy ez a tárogató vagy a szoprán szaxofon helyett lenne egy alternatíva, hanem ez inkább egy olyan új hangszer, ami más dolgokra nyitja ki az ablakot. Azt gondolom, hogy a glissotár az szinte minden zenében megtalálhatja a helyét, akár a jazz, akár a népzenét, akár a kortárs klasszikus zenét nézzük, de akár régi zenék is megszólaltathatók vele. Egy fúvós hangszeren játszó zenésznek éppen azért lehet izgalmas ez a glissonic hangszer család, mert ezen a területen viszonylag régóta nem történt igazi újítás. Azt látom, hogy a zenészek értékelik ezeket a képességeket, amiket csak ez a hangszer tud. Hívogató hangszer, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha már ebből lesznek példányok, akkor én is beállok a rendelők sorába.